Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként a negyedik adventi vasárnapi református istentiszteletet közvetítjük felvételről. Kérem, tartsanak velünk! Jézus Krisztus mondja, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Isten, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, hát 4. vasárnapja van Advent ünnepében, most a 313-as számú dicséretünket énekeljük. 313-as énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 313-as dicséretünk legelső verse. Dicsér Isten a kereszténység ő dicsőségében. Vitázott, és igyekezett meggyőzni őket
az Isten országának dolgairól. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hagyjuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy egyen-egyenként ismersz bennünket. Ismered, mi van a mi szívünkben, nem csak azt, hogy évközben, hanem azt is, ami ünnepekkor, advent ideje alatt, sürgésben, forgásban, rohanásban. Pontosan tudod, mivel van tele a mi szívünk. Mik a mi váradalmaink, mik a mi reményeink, mi a szívünknek a titkos vágya, mire gondolunk fekvőhelyünkön, vagy éppen akkor, amikor elgondolkodunk. Köszönjük Istenünk, hogy ennyire mélyen ismersz bennünket. És köszönjük azt az örökkévaló szeretetet, amellyel vagy az ember iránt. Hiszen bűneset után is igen mondtál az életünkre. Tervet készítettél, hogy bennünket megválts a bűnből, a kárhozatból. És elküldted Jézust, egyszülött fiadat, hogy bennünket megváltson, kiváltson az elvezettségből, hogy a tiéd lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy az a sok-sok ígéret, amely az első adventet eredményezte, azt a várakozást, amelyben az ószövetségi nép élt, hogy egyszer eljön a megváltó, ezt a sok ígéretet te Jézusban betöltötted, beteljesítetted. Áldott légy azért, hogy eljött Jézus, értünk, elhozta a te szeretetedet a mennyből, elhozta a kegyelmedet, és az ő ígéjével ma is hív, ma is von bennünket. Hadd bízzuk rád szeretteinket, betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, nyomorultjait, szegényeket, árvákat, özvegyeket, Urunk. Emelj fel mindenkit a mélyből, gyógyíts meg betegjeinket, és tedd az adventet a várakozás beteljesedésévé mindegyikünk életében. Kérünk téged, hogy ígérd el, érjünk meg. Tedd a te szabadat élővé hatóvá, hogy az megszólítsa, személyes legyen, bennünket az örök élet útján segítsen. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához. Ének szó pedig a 372-es éneknek az első verse legyen. 372-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. 372-es dicséretünket, annak a legelső versét énekeljük most. Így kezdődik az első verse, könyörögjünk az Istennek szentelkének. Kedves testvérek,
Ernest Hemingwaynek volt egy nagyon csodálatos balladája, egy novellája, az a címe, hogy a világ fővárosa. Ebben egy spanyol édesapáról és 14-es fiáról ír, ennek az édesapának megromlott a kapcsolata a fiával, olyannyira, hogy ez a lázadó, lelkű, kamasz fiú összeszedett mindent, és elhagyta, ott hagyta az édesapát. Ez az édesapa nagyon szerette a fiát, úgyhogy mindent megtett, hogy őt megtalálja, éveken keresztül kutatott utána, mint hiába. De az atyai szeretet ugye találni, hogy ez volt az ötlete, hogy felad egy hirdetést egy napilapban, úgyhogy Madrid legnagyobb napilapjában feladott egy hirdetést a következő szöveggel. Kedves Pákó, Pákó volt a fiú neve, ez ugye nagyon népszerű név Spanyolországban. Kedves Pákó, találkozunk holnap délben a szerkesztőség előtt, mindent megbocsátok, szeretettel édesapád. Meg is jelent a hirdetés. Hemingway novellája szerint másnap délben a szerkesztőség előtt 800 Pákó nevű fiatal ember ült össze. Ennyien voltak, akik vártak arra, hogy az édesapjuk megbocsássa nekik. Íme egy jó hír, és annak a hatása. Amikor az evangéliumról beszélünk, hogy ez a jó hír, így lehetne fordítani ezt a görög szót, hogy evangélium, ez a legcsodálatosabb hír. Ez Istennek a jó híre, az ő szeretetéről a bűnös elveszett ember felé. Ennek is van jó hatása. De nem mindegy, hogy ezt az evangéliumot mi keresztjének hogyan adjuk tovább. Szárazon, tűz nélkül, személytelenül, úgyhogy bennünket sem nagyon érdekel, mert akkor nem lesz hatása. Az az ige, melyet ma tanulmányozni fogunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, ezt járja körül, hogy ugyanis adta Pál apostol tovább az evangéliumot, Istennek a jó hírét, amelynek akkora hatása volt, hogy ez az apró, kicsi apostol munkája nyomán rengeteg gyülekezet alakult, és az ókori világ nagy része keresztjénvé vált. Amikor Pál apostol Efézusba érkezik, Kis-Ázsia tartománynak a fővárosa volt ez az ókori római birodalomban, egy nagy város, így írja a Biblia, hogy három hónapon át vitázott a zsinagógában velük, hirdette, hogy az Isten országának a dolgai, és van egy nagyon különös kifejezés, amelyre van fókuszálni fogunk, igyekezett őket meggyőzni. Meggyőzni. Felfigyelt ugye erre a szóra, hogy a Biblia így mondja el, hogy Pál igyekezett meggyőzni a hallgatóságot az Isten országának a dolgairól. Pál nem szárazon mondta el. Nem csak informálta az efézusiakat, hogy Isten szeret ám benneteket, hanem igyekezett őket meggyőzni, hogy figyeljetek. Egy olyan hírem van, egy akkora hírem van számotokra, amely az egész életeteket gyökeresen megváltoztatja. Mit is jelent ez a meggyőzés? Hogyan alkalmazta Pál apostol Isten igének a hirdetésében hatásosan és áldására a hallgatóságnak? Egy kicsit körbejárjuk ezt a szót, meggyőzés. Az első pontunk a meggyőzésnek az oka. A meggyőzés oka. Miért kellett meggyőzni az embereket? Mi volt ennek az oka? Testvérek, nagyon egyszerű, ennek az oka az Isten szeretete. Isten szeretet egy mentő szeretet. Nem az a szeretet, amely majom szeretettel mindent eltűr, elvisel és nem fegyelmez, nem nevel. Istennek a szeretete mentő szeretet, féltő szeretet. Menteni akar, kivonni akar a rosszból, a gonoszságból, a hamisságból, minden olyan utunkból, ahol az ember tönkretenné magát. Istennek a szeretete féltő szeretet. Félt bennünket attól, hogy bűneink miatt elveszünk a kárhozatban. Az ő szolgáinak és Isten ugyanezt a mentő szeretetet adja a szívébe. Nézzétek meg a keresztény egyház története. Mindazok, akiket Isten lelke indított, hogy misszionáriusok legyen. Ugyanez a mentő szeretet lüktetett elő. William Carey nagyon szerette a hindukat, és elindította Indiában a missziót, megmentse az indiaiakat Jézus számára.
Hudson Taylor a kínaiakért volt aggódással, hogy hogy jut el az evangélium Kínába. Hogy fognak a kínai emberek Isten jó híréről hallani, ha nem megy el egy keresztény sem. Megtanul kínaiul, és elment Kínába, hogy hirdesse Jézus Krisztus evangéliumát. Mindig így van ez. Pál apostol is szerette azokat, akiknek hirdette az igét, elmondta a jó hírt, és ezért volt, hogy ment fáradtanakról, városról, városra, és hirdette Jézus Krisztus igényét. A második pontunk a meggyőzésnek a célja. Mi a meggyőzés célja? A megmentés. A megmentés. Isten is azért szeret, hogy megmentsen bennünket. Volt már az előbb szó arról, hogy ez mentő szeretet. Istennek is van célja. Nem csak akarja, hogy mi meglegyünk mentve és elveszünk, hanem ő véghez is akarja vinni. De te életed megmentheti életed. Elveszél a bűneid miatt. Az elveszettségünk a bűnből fakad. Ádám és Éva bűnesete miatt mind elveszettek vagyunk. De van már, aki megmentsen bennünket. Hogyha tud valaki egy jó hírt, ami a másikon segít, hogy ne adnál tovább? Ugyanígy kell lenni a keresztény embernek. Ha te tudod ezt a jó hírt, hogy Isten örökkévaló szeretettel szerette a bűnös embert, és csodálatos válságot készítettek Jézusban, benned kellene legyen ez a tűz, hogy hát ezt tudod kellene. El kell mondani mindenkinek, aki még nem hallott róla, hogy Jézus szeret téged is. Gyökeresen megváltoztatja az emberek életét, ha hallanak arról, hogy Jézus szereti őket. A harmadik pontunk a meggyőzésnek a módja. Nem mindegy, hogyan győzünk meg. Pál apostol nem használt fegyvereket, nem használt erőszakot, és mégis hatalmas hatása volt. A meggyőzés módja a léleknek az erő. Pál apostol tűzzel beszélt. Pontosan tudta, hogy csak az ragad meg másokat, ami már megragadta az ige hirdetőt is. Csak annak van hatalma megragadni téged, ami már megragadta azt az embert, aki beszél neked Jézus Krisztus szeretetéről. Van egy ige az egyik páli levélben, amikor ő beszél erről, ez a Filippi levél, és a harmadik rész 12. versében találunk egy ilyen mondatot, Pál írja a Filippi gyülekezetnek. Igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Az eredeti görög Bibliában itt egy szógyáték van, de ugye gyönyörűen visszaadja a magyar újfordítású Biblia is, hogy Pál azt mondja, hogy meg akarom ragadni az örök életet, mert engem megragadott a Krisztus Jézus. Megfogott a szeretetet. Rabba lehetett az, hogy ennek az Istennek én kellek. Pál megragadja az örök életet, és elindul, hogy hirdesse a többi embernek is, téged is szeret az Isten. Az adventi várakozás, hogy vártuk a szerető, bennünket megsegítő, megváltó Isten, ez beteljesedett Jézusban. Minden igehirdetőn érződik, hogy megragadott ember. Üresen beszél, fásultan, tűz nélkül, vagy úgy beszél, hogy az ember átérzi, hogy ezt az embert már megragadta Jézus szeretete. Amikor mi beszélünk Krisztusról, amikor te beszélsz a munkahelyeden Jézusról, megérzik, hogy megragadott ember vagy, vagy csak valami tanult hited van, tudod, mit mondanának a keresztjének, érződik, hogy bennünket megragadott-e már Isten örökkévaló szeretete. Következő pontunk a tét. Hatalmas tétje van mindenkinek. Amikor háború volt és éhínségben voltak az emberek, és néha ment egy kis hír, hogy a boltba érkezett egy kis kenyér. Akkor mindenki leszaladt az utolsó kis fillérjével a boltba, hogy hátra jut neki a boltban egy kenyér. Vannak tétjei azoknak a dolgoknak, amiket mi hallunk. Minden hírnek tétje van. Evangélium a legnagyobb hír a világon. Az, hogy az Isten szereti az elveszett embert, ennél nagyobb tét ennek, akinek nincs. A tét itt az örök életünk.
tét az örök életünk, az üdvösség. Az advent, a karácsony üzenete a bűnös ember felé, az Isten eljött erre a világra, Jézusban emberi testet öltött maga az Isten, hogy elhozza a váltságot, elhozza a közénk az Isten szeretetét, kegyelmét, és akik benne hisznek, annak elhozza az örök életet. Hatalmas a hír, és hatalmas a tét is, amely előttünk van. Ezen az őszön történt a Károli Egyetemen, a bölcsész karon egy keresztény professzor tartott egy párhetes kurzust Márk evangéliumának a hitelességéről. Bárki, aki a bölcsész karra volt beiratkozva, jelentkezhetett erre a kurzusra. Nem jelentkeztek olyan sokan, csak egy-két tucat ember. Most beszéltem ezzel a professzorral, és mesélte megdöbbentően, hogy képzelt, hogy 7 muzulmán egyetemi hallgató is jelentkezett erre a kurzusra. Törökök, pakisztánok, akik tanulnak nálunk, jelentkeztek erre a kurzusra. Gyakorló muzulmánok, akik tényleg naponta 5-ször kelet felé letértelnek, és kíváncsiak voltak az evangéliumra. És a kurzuson naponta 5 órán keresztül erről volt szó. Mit mond Isten igéje? Végig elemezték a görög szöveget, megnézték tudományosan is, és látszott, hogy ez nincs meghamisítva. Ezt Jézus kortársai írták. Minden egyes szöveg maradvány, amely későbbről is fennmaradt, tökéletesen egyezik a korábbiakkal. Nincs betoldás, nincs meghamisítás. Tudjátok, mit mondott a professzornak néhány muzulmán egyetemista kurzus után? Azt mondta, hogy ha igazon jelben van, hogy az Isten emberré lett Jézusban, nektek keresztényeknek van a legnagyobb híretek a világon. Mekkora híretek van? Én, amikor megérint valakit ez a hír, megérinti a szívét valakinek, hogy az Isten ennyire szeretett engem, hogy emberré lett, ennyire mélyen megalázta magát, emberi testet öltött az örökkévaló Isten, megalázta magát, hogy közelebb hajoljon, hogy elhozza az elveszettekhez a szeretetet, a kegyelmet. Megragadott-e már kényelmet? János apostol első leveléből olvastam fel azt a rövidke igét, amely így hangzott. Van pártfogunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozatot a bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Van pártfogunk. Mindannyian érezzük a lelkiismeretünkben, hogy bűnösek vagyunk. Nincs olyan ember a világon, akiknek még a lelkiismerete ne vádolta volna meg őt. Téged is, engem is. Jogosan vádol a lelkiismeret. Mennyi mindent elrontottunk. Mennyiszer hártuk át Isten törvényeit, parancsait. Mennyiszer nem úgy értünk, ahogy kellett volna. És a bűnös ember, ha nem lenne reménysége, csak a mellét verhetné, hogy úgy én elveszett. Mi lesz én velem? Mi lesz én velem az utolsó ítélet napján? És itt van a jó hír. János apostol az első levelében így fogalmazta meg, van pártfogunk az Atyánál. Van a te életednek, a te elrontott, elveszett bűnös életednek pártfogója. Van egy ügyvéded Istennél, aki téged véd. Az ő halála engesztelő áldozat a te bűneidért, de nem csak a tiédért, hanem az egész világ minden ember bűnéért. Evangélium, mint jó hír, arról beszél, hogy mit tett az Isten értünk. Soha nem arról van szó a Bibliában, hogy mi mit teszünk érte. Ez az eltorzult kereszténység, amikor mi verjük a mellünket, hogy mit tettünk mi Istenért. Nem, arról nincsen szó. Az evangélium arról szól, hogy az Isten mit tett érte.
eljött Jézus Pál. Mert tudta, hogy ha nem jön el Jézus Pál, ha nem küld érted megváltót, akkor te örökre el fogsz veszni a bűneid miatt. Az utolsó napon, az utolsó ítéletben nem tudunk megállni önerővel az Isten előtt. Nem tud közöttünk a legjobb sem felmutatni semmit az Istennek, hogy engemet ezért engedj be a mennybe. Megváltóra van szüksége, a legjobbaknak is. Mindegyikünknek. És az Isten tervet készített. Ezt mondták el az ószövetségi próféták. Jön majd valaki. Dávidnak a leszármazottja lesz. Jön valaki, aki szűztől fog születni. Jön valaki, aki bűntelen lesz. Csodálatos lesz. Jön valaki, ezt is a próféták megjövendölték, aki meg fog halni a világ bűneiért. Akit elítélnek, akit keresztre feszítenek. De feltámad a halálból. Ezt várta az ószövetségi nép, az egész korai advent erről szólt, mikor jön a megváltó. És azon a Betlehemen Isten betöltötte ezt az ígéretét. Elküldte egyszülött fiát, aki emberré lett, emberi testet öltött Jézusban az Isten. Eljött értünk, és engesztelést szerzett nagy pénteken, az ő bűntelen életének föláldozása helyén. Magára vette a te bűneidet és az előnyeket, ő megbűnhődött azok helyett, hogy aki hiszi ezt, élhessen örökkön örökké. Ez a legjobb hír a világban. Nincs ennél nagyobb hír. Ez volt az a hír, amit Pál Efézusban és a többi városban hirdetett. Igyekezett őket meggyőzni az Isten ország dolgaira. Meggyőzni az életeket, azt mondta, hogy megmenteni őket. Elvezetni őket Krisztushoz, és megmutatni, hogy van a te bűneidre bocsánat. Van elveszett életedre megoldás. Van a te életednek igazi gazdája. Van valaki, aki téged tényleg szeret. Olyan hatalmasan, hogy a legnagyobb áldozatot hozta meg, érted? Odaadta Istenként az életét, érted, hogy te élhess örökké. Nincs ennél nagyobb hír a világon. Szeret téged az Isten. Megkérdezi tőlünk ez a mai ige szakasz, hogy vajon megragadott-e már ez a csodálatos adventi hír téged, a szívedet, a lelkedet? Felkiáltottál-e már imádságban, hogy köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van megváltó. Van az én bűneimre is bocsánat. Van számomra kegyelmed. Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy Jézus értem jött. Megköszönted-e már neki? Erről szól a kereszténység. Ez a keresztény hitnek a magva, a lényege. Ha ez nincs bennünk, nem is vagyunk keresztények. Ma is egy történettel zárom. Egy nagy egyetemen a kezdő diákokat, az első évfolyamos diákokat, akik logika kurzuson voltak, a professzor az évvégi záró vizsgán egy nagyon különös ajánlattal letett meg. Azt mondta ezeknek a kezdő logika kurzusra járó diákoknak, hogy az első év végi záró vizsgára minden diák annyi információt hozhat magával, amennyi egy A4-es füzetlapra ráfér. Megörültek a diákok, hát nagyszerű ajánlatot nem nagyon tesznek a professzorok, és mindenki a vizsga előtt avval töltött órákat, hogy kihegyezett ceruzával, a legkisebb betűkkel egy A4-esre a legtöbb információt fölírja. Az egyik kezdő diák azonban nagyon jól logikázott erre a logika vizsgára. Behozott a vizsgára egy üres füzetlapot, letette a földre, és ráállított egy haladó logika kurzusra járó diákot. Arra a füzetlapra. Az információ a füzetlapon volt, és ez a haladó kurzusnak
a diákja minden információt megadott neki, ami a logika vizsgára kellett. A professzor úr díjazta ezt, és egyedül ebben az évfolyamból ez a diák kapott 5-est. Miért meséltem el ezt a történetet? Azért, testvérek, mert amikor oda érünk majd az utolsó napon az Isten trónusa elé, akkor meg fogja tőlünk kérdezni Isten, hogy miért engedjelek be téged a mennybe. És ezen a vizsgán mi nem tudunk megfelelni magunknak. Ezen a vizsgán nincs az az ember, aki át tudna menni önerejéből. De tudja ezt Isten is. Ezért könyörült meg a bűnös emberen. Ezért jött el Jézusban. Ezért adatott neked az Úr Jézus, hogy az ő érdeméért, az ő engesztelő áldozatáért, örökkévaló szeretetért, kegyelméért, te bemehess a mennybe. Azon az utolsó napon azok mennek le a mennybe, akik elmondják, én magam nem vagyok rá méltó, de Jézus, akit küldtél értem Istenem, ő benne hiszek, és ő érte, ígéretet szerint emeltek a mennybe. Adja az Úr ezt a hitet, mindannyiunk szívébe. Amen. Feleljünk énekszóval az igehirdetésünket, a 372-es énekünknek a harmadik versét énekeljük most, 372-es dicséretre keressük ismét, és annak a harmadik versét énekeljük. 372-es énekünk harmadik verse így kezdődik. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz szerelme. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted nem szab feltételeket.
nem szeszélyes, nem hullámzó, hanem örökké szeretsz, ugyanolyan intenzitással. Szereted a hozzád menekülőket, a Jézusban hívőket, mindazokat, a bűnösöket, akikért küldted Jézust. Szeretsz mindannyiunkat. És vágyva vágysz arra, hogy minden bűnös meghallja az evangéliumot, és a szíve meginduljon felé. Urunk, végezd el bennünk ezt a munkádat. Vonj magadhoz, támasz bennünk bizalmat, élő hitet a szívünkben. Elinduljunk te felé. És ha meghalljuk szabadat, tudjunk igent mondani a bennünket kereső szeretetre. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, kórházban levőket, otthon betegeskedőket, erőtleneket és magányosokat. Könyörülj ő rajtuk. Légy az ő gyógyítójuk, vigaszuk és erejük. Légy az ünnepen az egyedülállókkal különösen. A szomorkodókat te eleveníts meg, mennyei vigasztalással. Gyászolóknak, árváknak, özvegyeknek. Légy igazi támasza, ereje, vigasztalója. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd mindannyiunknak küldetett. Mindannyiunkért meghalt Jézus, és mindannyiunkat hívogatsz önmagadhoz. Áldott légy az örök élet reménységért. Köszönjük neked bűneink bocsánatát. Köszönjük Jézus áldozatát. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát, fohászát, mondja el magában bátran, megváltónak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva megyünk a hálást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rá, és adjon te néked békességet. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel a testvéreknek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti, hiszük, hogy meg is áldja. Hirdetem az alkalmainkat, és hívogatok mindenkit. Ma délután 4 órakor tartjuk, tehát a mai vasárnapi délután 4 órakor az ajkai hittanosoknak a gyermekmúsoros alkalmát. Itt a templomban, utána szeretett vendégség a gyülekezeti házban. Szeretettel várjuk a hittanos gyermekeket, szüleikkel, nagyszüleikkel, családtagjaikkal, és a gyülekezeti tagokat is, tehát ma délután 4 órára. Utána pedig a szeretett vendégségre a gyülekezeti teremben megköszönjük az asszonyoknak, akik már eddig hoztak süteményt, vagy üdítőt. A délutáni alkalomra 3:30-kor nyitjuk majd a templomot és a gyülekezeti termet is, aki még szeretne hozni, megköszönjük a szeretett vendégségre érkező süteményeket, a
délután 15:30-tól lehet hozni a gyülekezeti teremre. Hívogatok szeretettel az ünnepi alkalmakra mindenkit, ha kijáratnál még van szó rólak néhány, onnan lehet elvinni. Itt az Ajkai templomban szenteste délután 5:00-kor tartjuk az alkalmat. Én a Tósok Isten tiszteletről jövök, mindig nagyon szoros nekem, mert előtt van Tósok szenteste, mint az Ajkai, de ide szoktam érni azért 5:00-ra. 25-én, a ünnep első napján szokott időben 21:30-kor tartom ünnep Isten tiszteletet urnacsoraosztással. 26-án szintén 21:30-kor van Isten tisztelet, 27-én vasárnap is 21:30-kor. A harangok hívogatnak bennünket, hogy legyünk együtt az ünnepen Isten igéje körül. Ha kérdetem a gyülekezeti szilveszteri alkalmat, aki szeretne rá jönni, a gyülekezeti házban a tálalón levő papírra iratkozzon fel. Kérdetem, hogy karácsonyi képeslapok Hardi Sándor mély testvérünknél kaphatóak a Isten tisztelet után. És legjártosan, bár még nem jelentkezett, de mindig szoktunk kapni, talán kicsit későn jelentkezik az ünnepi legjártosunk, legjártomára gyűjtünk, mindig szoktunk kapni, úgyhogy bízom benne, hogy 26-án ő fog szolgálni közöttünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük. Ez a 398-as énekünknek az első 4 verse. Keressük ki énekes a 398. dicséretet. 398. énekünknek az első 4 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus minden, hol csak a napnak.